Ez a matrica is jelzi, hogy a nyíregyházi Kállai gyűjtemény a látogatói között a kisgyermekes családoknak is fontos szerepet szán. Az intézmény a napokban Családbarát Múzeum címet kapott. 2012 óta Kállai gyűjtemény nagy hangsúlyt fektet a családokra, tehát a családokon keresztül szeretnénk és szeretnénk mai napig bemutatni a Kállai gyűjteményt és az itt lévő várostörténeti múzeumot, illetve a Nyíregyháza várostörténetével kapcsolatos anyagot, és mellett az időszaki kiállításokat. Ennek egyik fontos állomása volt, hogy mi is családbarát múzeummá váljunk. Sok kritériumnak kellett megfelelni, hisz pelenkázóhelyektől, melegedőhelytől kezdve, bébétel melegítésre alkalmas szobára, parkolóhelyre és sok mindenre volt szükség. Ez egy országos szervezet ellenőrizte november elején, és november végén meg is kaptuk ennek a tanúsítványát, tehát mi is Családbarát Múzeum lettünk. A gyűjtemény eddigi eredményeiről sajtótájékoztatón számoltak be. Rekordszámú látogatót fogadtak, és összesen több mint 70 múzeumpedagógiai foglalkozást tartottak az intézményben. A szakemberek az állandó és időszaki tárlatok anyagainak bemutatásánál nagy hangsúlyt fektetnek a modern technikai vívmányok használatára is. Ez a 3D nyomtató is ezt a célt szolgálja majd. A nagyértékű eszközt egy nyíregyházi cég adományozta a gyűjteménynek. Még nagyon-nagyon régen láttam az Eperjesi Egyetemen itt 3D-s nyomtatókat, amelyekkel a tudományt próbálták szolgálni, olyan tárgyakat nyomtattak ki, amelyeket nem lehet kézbefogni, amelyek ritkák vagy töredékesen voltak, meg kiegészítették grafikai programokkal, kinyomtatták, megszínezték, és lehetett múzeumban látni, vagy kézbe lehetett fogni gyerekeknek. Ennek a 3D-s nyomtatónak nagyon nagy jelentősége van, abból a szempontból, hogy olyan tárgyakat tudnak vele nyomtatni, amelyek ott vannak a vitrínben, és nem lehet megfogni látogatónak, csak speciális körülmények között az itt dolgozóknak, és ez kézbe adható lesz, súlyában, küllemében megegyező, és lényegében ezzel kinyílik a világ, mert nem csak tárgyakat lehet vele nyomtatni, hanem lényegében bármit, egy kis sípot nyomtattak ki, éppen megpróbálják, hogy hogyan működik. Tehát ez egy új világot teremt a múzeumpedagógiában és a tudományban egyaránt. A modern eszköz mellett egy könyvritkaság is gazdagítja a gyűjteményt. Ezt az 1881-ben kiadott tanulmánykötetet Nyíregyháza lengyel partnervárosa Bielszkó Biala vezetése adományozta a múzeumnak. A tájékoztatón az is elhangzott, 2023-ban ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Kállai gyűjtemény. Ennek alkalmából jubileumi kiadvány jelenik meg márciusban, valamint számos rendezvényt, konferenciát szerveznek majd a látogatók és a szakma számára a múzeum munkatársai.